Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a She-Hulk sorozatot fogjuk megvizsgálni, legalábbis azokat a jeleneteket, amelyek elérhetők a Youtube-on. Ebből is kiderül rengeteg dolog számunkra, ami fontos. Előjáróban annyit elmondanék, hogy én sajnálom a jelenlegi generációt, ugyanis még ostobák sem lehetnek saját maguktól, hanem kénytelenek ezt az ostobaságot beszerezni a médiából, különösen a közösségi média segítségével, azon belül is talán a TikTok most már, illetve a YouTube YouTube rövid videók az, ami elvitte a legtöbb embert ebbe a torz gondolkodás irányába. Olyan szinten retardált, hogy az ember még ilyet nem látott. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Férfiak és nők egyaránt ösztűz alatt vannak talán, az őket ez jobban érinti, Én úgy gondolom, hogy sokkal fogékonyabbak ők propagandára, illetve úgy általában véve erre a nyáj gondolkodásra, mint a férfiak, ezért is szükséges az, hogy feminizálják a férfiakat, hiszen el kell tüntetni a társadalomból mindazokat, akik potenciálisan ellen tudnának, vagy akarnának állni. Annak a rendszernek, amely hamarosan következik, illetve most már körvonalazódik a szemünk látára. We have a real chance at this new world order. Disney az a stúdió, aki elkészítette ezt, mostanában Disney rengeteg ilyen szemetet és hulladékot állított elő, majdnem minden, ami Disney az effektíve hulladék propaganda lévén, teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül, azonban amit elárulnak nekünk az az, hogy 225 millió dollárt költöttek el erre. a Rotten Tomatoes oldal szerint közönség tetszés indexe 32%-os volt. A bocsánat, ezt kinyilvánította annak. És még a Marvel rajongók sem szerették ezt a szemetet. Sokkal nem jobb a helyzet, hogyha a Google-ön megnézzük, hogy a közönség hogyan értékelte a she sorozatot, 17.575 emberből, kettesre az ötből, és az emberek jelentős része a többsége egyesre értékelte. <coughs> Sajnálom, de nem fogom tudni ezt a videót közzétenni sem a Facebookon, sem a Youtube-on, hiszen túl sok jelenet tartalmaz, és ezt nem tenné lehetővé sem a Facebook, sem a Youtube algoritmusa, hogy ezeket megosszam, de weboldalunkon ez elérhető lesz, hogyha valakit érdekel. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Az atya úgy találta ki a férfit és a nőt, hogy azok kiegészítsék egymást, különösképpen, hogy a nő segítse a férfinek a munkásságát a világban. Ezért mondta azt, hogy készítek neki egy segítőtársad, egy hozzáillőt. A nő feladata az, hogy kiegészítse a férfit és segítse annak az előrehaladását, és ebben nélkülözhetetlen szerepet töltene be a nő. Azonban, hogyha a kettő versenge egymással a vezető szerepért, abból nem lesz semmi, mint ahogy azt láthatjuk ma a világban. Na de nézzük a jeleneteket, amiket ígértem! Ugye ez könnyű, azt mondja, és megint csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy azok, akik alkotják ezeket a filmeket, akár a forgatókönyvíró, akár a rendező, mindenki, aki részt vesz benne, tudatosan irányítják úgy az eseményeket, ahogy nem ostobák ezek az emberek. Tudják azt, hogy tudat alatt, a nézőknek a fejében meg fog maradni az, hogy Háknál erősebb volt ez a nő. Vetételezem az egész sorozat abból áll, hogy kihasználják a különböző lehetőségeket arról, hogy degradálják a férfiakat és felerősítsék a nőket, ez nincs másképp ebben a jelenetben sem. Ez az oka annak, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy maradjon egyedül, hanem csak megtalálja azt az egy unikornist a világban, úgy értem azt az egy nőt, akivel lehetséges együtt élni. Biztos van ilyen, én nem azt mondom, hogy nincs olyan, akinek az elméjét nem fertőzte meg a világ. De a férfiak, akik vágynak erre a kapcsolatra, sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit most látunk a képernyőn, az a valóság és az az általános már ebben az országban is. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.